Szeretettel köszöntöm Önöket, és itt állunk Vecsésen, egy gyönyörű szép emlékmű előtt. Ez a pozsonyi csata emlékmű, ami itt látható mögöttem, bár sokan csak honfoglalás parknak nevezik itt ezt a helyet Vecsésen, amelyet a mellettem álló Szabóné pap Klára és az ő csapata annak idején megépítetett, hiszen közadakozásból épült ez a csodálatos és igencsak hiánypontló emlékmű, így aztán ebből is következik, hogy nagyon régi bajtársam Klára, akivel hosszú évek, sőt most már mondhatom lassan, hogy évtizedek óta küzdünk a hazánkért, és ismét egy olyan országgyűlési képviselő jelöltet ajánlhatok az Önök figyelmébe, aki már nagyon sokszor bizonyított, nem csak itt Vecsésen, hanem országos szinten is, hogy Magyarországot, a magyar nemzetet szolgálja hosszú évek óta önzetlen munkájával. A Mi Hazánk Mozgalom egy olyan harmadik utat képvisel, amely nem csak gazdasági szempontból, hanem például itt a koronavírus, a pandémia kapcsán is egy olyan harmadik utat képvisel, amely kizárólag a magyar emberek, a magyar gazdaság érdekeit szolgálja, hiszen azt láthattuk, hogy korábban is mindig a multik, mindig azoknak annak a nemzetközi tőkének az érdekeit szolgálták ki, akár a fideszes kormány, akár a balliberális kormány, akik innen csak kiviszik a profitot, és nem a magyar emberek érdekeit szokták képviselni, mi viszont kizárólag a magyar embereket szeretnénk képviselni, a magyar vállalkozások, kis és közepes vállalkozások érdekeit, és Szabóné pap Klára, az itteni országgyűlési képviselőjelöltünk, ugye Pest megye 7-es számú választókerületében vagyunk, ő maga is egyrészt vállalkozóként képviseli a magyar KKV szektort, illetve ha már Vecsésen vagyunk, akkor nagyon közel van itt a repülőtér, a Malév megszűnéséig repülés üzemi tiszt volt Klára, illetve könnyűipari mérnök a végzettsége. És ahogy mondtam, nem csak ennek az emlékműnek a létrejöttében játszott ő is, illetve a családja és a barátai nagyon komoly szerepet, hanem itt Vecsésen próbálják már hosszú évek óta a helyiek érdekeit képviselni. Így aztán nagyon nagy örömmel és nagyon büszkén mutatom be Önöknek a Pest megyei 7-es számú választókerület jelöltjét, Szabóné pap Klárát. És akkor át is adom Klára a szót neked, köszönjük hogy szépen. Milyen problémák vannak itt helyben, és milyen programmal készültök. Sok ismerősöm, nem szeretem ezt a szót, hogy vidéki, inkább úgy mondom, hogy Pesttől távoli ismerősöm mondja, hogy milyen jó nektek, hogy Pest mellett laktok. Hát ez már nem jó, mert nem csak Vecsés, nem csak a 7-es számú választókerület, hanem Budapest mellett, tehát az agglomerációra tulajdonképpen ki lehetne tenni a táblát, hogy megtelt. Ezek a kisvárosok, amik nagyon kis nyugodtak voltak, egyszerűen már élhetetlen lett, mert nem ennyi, ugye most is hallani a vonatot, ez így van 2 percenként. Nem erre lettek tervezve, hogy ennyi ember lakjon, sem az úthálózat. Itt Vecsés és Gyálon napi probléma a csatornahálózat, a büdös sárga víz, erre mindenképpen megoldást kellene találni. Most annyi jó van benne, hogy valóban nagyon sok az ingatlan fejlesztés, logisztikai centrumok épülnek, de ezáltal megint nem lehet közlekedni a városba, dugó van éjjel-nappal. Valóban teremtenek munkahelyet, az önkormányzatokhoz fizetik az adókat, de nagyon sokan megkerestek azzal, hogy olyan munkavégzésük van, hogy egyszerűen beledöglenek szó szerint, tehát úgy érzik, hogy ki vannak zsákmányolva. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon országos szinten is kellene egy olyan érdekképviseletet, hogy rendben van, hogy munkahelyet teremt, de azért az érdekeik úgy lennek képviselve, hogy ne 20 órákat kelljen dolgozni szabad nap nélkül. Tehát ez nem csak a mi választókerületünkre érvényes. Ami tulajdonképpen ide érvényesíthető lenne, sajnos egyre nagyobb szükség van a sajátos nevelési igényű gyerekeknek az ellátására, és a 7-es számú választókerületben erre nincsen lehetőség. Pest annyira tele van, hogy oda sem tudják vinni a gyerekeket, tehát úgy gondolom, hogy ezt mindenképpen a választókerületben legalább egy olyan intézményt ki kellene nevezni, ahol megoldható ezeknek a gyerekeknek a tanítása. Tulajdonképpen ez a Pest közelség még annyi problémát is felvet, hogy a fiatalok egyszerűen itt nem tudnak hova menni.
Úgyhogy ezt végszóként is szánom, hogy az a 3,5 milliárd forint, ami a teniszszövetségnél eltűnt dr. Szűcs Lajos vezetése alatt, szerintem a választókerületben nagyon sok mindent meg tudtunk volna oldani belőle.